körülbelül egy esztendeje jön az intézmény igazgatója, vezetője. Először arra kérném, hogy önmagát mutassa be a nézőknek. 1993-ban szereztem diplomát a budapesti Bárczy Gusztáv gyógypedagógiai tanárképző főiskolán, pszichopedagógia, oligofrém pedagógia, szakos gyógypedagógiai tanárként, és pályámat itt az Alaszentgróti intézményben, a mostani Koncz Dezső egységes gyógypedagógiai módszertani intézményben kezdtem. Akkori igazgatóasszony Rép Antalné az első osztály osztályfőnökségével bízott meg, majd az elkövetkezendő években az osztályfőnöki feladatok mellett korai fejlesztést végeztem, illetve részt vettem az utazó gyógypedagógiai hálózat keretében a többségi intézményekben, óvodákban, iskolákban, a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében is. 2008-tól 8 éven keresztül vezettem az intézmény kollégiumát, majd ezt követően 2 évig intézményvezető helyettesként dolgoztam, és a tavalyi tanévben a tankerületi központi igazgatója megbízott 1 évre az intézmény vezetésével. Tavasszal pályázatot nyújtottam be az intézményvezetői feladatok ellátására vonatkozóan, és pályázat pozitív elbírálását követően augusztus 16-ától 5 évre szóló intézményvezetői megbízást kaptam. Mit kell tudni az intézmény jelenéről, hol lehet most elhelyezni a magyar oktatás rendszerében az önök intézményét, és hogy működik, mik a fő feladatai? Mint tudják, az Alaszentgróton immár közel 70 éve működő intézmény, egy gyógypedagógiai intézmény, amelynek alapfeladatai közé tartozik a tanulásban akadályozott enyhe értelmi fogyatékos, illetve értelmileg akadályozott középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek általános iskolai nevelése, oktatása, a középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek készségfejlesztő iskolai nevelése, oktatása. Jelenleg intézményünkbe 59 tanuló jár. A számított létszámuk a köznevelési törvény szerint jelen pillanatban 153, hiszen az enyhe értelmi fogyatékosok 2 főnek, az értelmileg akadályozott gyerekek pedig 3 főnek számítanak. Intézményünk kollégiumi ellátást is biztosít a gyerekeknek. Jelenleg 32 fő lakik az intézmény kollégiumában. Ők hétfőtől péntekig veszik igénybe ezt a szolgáltatást. Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény keretében utazó gyógypedagógiai hálózatot is működtetünk. Az intézményünk gyógypedagógusai jelenleg 11 óvodában, illetve iskolában látják el a sajátos nevelési igényű gyerekek habilitációs-rehabilitációs fejlesztését. 74 gyermek fejlesztéséről van szó. Ezt Pakodon, Zalabérben, Sümegcsehin, Türjén, Batykon, Óhidon, illetve itt Zalaszentgróton folytatjuk ezt a tevékenységet. Intézményünk nevelő-oktató, illetve fejlesztő feladatában nagyon fontos elsősorban az önálló személyiség, a képességek minél teljesebb kibontakoztatására való törekvés, az önálló életvitelre nevelés, az eredményes szocializáció, illetve végső soron a lehető legteljesebb társadalmi integráció megvalósítása. Ennek érdekében egy nagyon gyermekközpontú, szeretetteljes, pozitív légkört biztosító keretek között a tapasztalatszerzés, az élményközpontú pedagógia módszereit alkalmazva folyik nálunk a nevelés-oktatás fejlesztő tevékenység. Nagyon fontos cél, hogy ez a komplex gyógypedagógiai fejlesztés minél teljesebben valósuljon meg. Intézményünkben ennek érdekében többfajta terápiás tevékenységet, illetve megsegítést folytatunk. Ezek közül megemlíteném a logopédiai fejlesztést, az alapozó terápiát, mint mozgásfejlesztő eszközt, a szenzoros integrációs érisféle mozgásfejlesztő terápiát, a tanulóink felzárkóztató foglalkozásokon vesznek részt, illetve a Zala megyei pedagógiai szakszolgálat
Zalaszentgróti tagintézménye biztosítja a tanulók számára a gyógytestnevelés ellátását. Intézményünkben is megvalósul a mindennapos testnevelés, amelynek keretében úszásoktatáson vesznek részt a tanulók, illetve számos szakkör is működik intézményünkben, jelenleg egy EFOP-os pályázat keretében a Zalaszentgróti Művelődési Központtal együttműködésben. Hagyományőrző szakkör, néptánc szakkör, ügyeskezek szakkör, illetve éneklő szakkör keretében működnek ezek a foglalkozások, és ebben a programban nyári táboroztatáson is részt vettek a gyerekek, és igyekszünk is megragadni minden lehetőséget arra, hogy táborokon, különböző rendezvényeken vegyenek részt a gyerekek. Nagyon szoros az együttműködésünk a városi önkormányzattal, a civil szervezetekkel, a gyermekjóléti szolgálattal, és sorolhatnék még sok más szervezetet, illetve támogatót is. Nagyon sok rendezvényen veszünk részt, hívnak bennünket, műsorokkal lépünk fel, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos mind a gyerekek, mind az intézmény számára, hiszen ezzel is elősegítjük az ő elfogadásukat, pozitív megítélésüket. A tavalyi tanévben a parasportnap, illetve az esélyegyenlőségi nap keretében érzékenyítő programot szerveztünk, ahova meghívtuk a Deák iskola tanulóit. Együtt vettek részt különböző sportprogramokon, illetve olyan érzékenyítő feladatokat oldottak meg, ami azt gondolom, hogy közelebb viszi a gyerekeket és a fiatal korosztályt a sérült gyerekek emberek világához. Ezen kívül természetesen nagyon sok hagyományos programmal rendelkezik intézményünk, amit évről évre megtartunk és ápolunk, valamint becsatlakozunk az új kezdeményezésekbe, az új felhívásokra is reagálunk. Most már harmadik éve részt veszünk az Európai Mobilitási Hét programjain. Az Európai Diáksport napot megszerveztük, amelynek keretében szintén számos sportprogramnak örülhettek a gyerekek. A fenntarthatósági témahéthez is minden évben csatlakozunk, hiszen nagyon fontosnak tartjuk a környezeti nevelést, a fenntarthatóságot, a környezettudatosságot a mi intézményünk tanulói számára is. Meg kell említenem még azt, hogy 2 évvel ezelőtt pályáztunk a Boldog iskora programban való részvételre, és nyertes pályázat lévén intézményünk is csatlakozhatott a Boldog óvoda és iskola hálózathoz, és intézményünkben 4 osztályban valósul meg ez a program, ami úgy gondolom, hogy szintén nagyban hozzájárul a gyerekek pozitív személyiségjegyeinek a megerősítéséhez, az önbizalmuk növeléséhez, a társas kapcsolataik pozitív alakulásához, egyáltalán ahhoz, hogy boldog életet élhessenek. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az a nyitottság, ami jellemzi intézményünket, minden olyan kezdeményezésre, minden olyan tevékenységre, feladatra, kapcsolatra, ami segíti a szakmai munkát, illetve a gyermekek, tanulók elfogadását, társadalmi integrációját. Gyors kérdés a végére. A társadalmi környezet e tekintetben hogyan változott? Mert nehezebb vagy könnyebb most beilleszkedni a gyerekeknek, illetve akik az iskolába kikerülnek? Én úgy gondolom, hogy egyre pozitívabb irányba változott a társadalmi megítélés és elfogadás. A közösségi médiában is tapasztalhatjuk, illetve a helyi szinten is érzékelhetjük
megfigyelhető az, hogy az integráció, inklúzió egyre magasabb szinten valósul meg. Egyre többet hallunk a sérült emberek rendezvényeiről, programjairól, életéről, élethelyzetük javításának lehetőségeiről, munkalehetőségeik biztosításáról. Persze még mindig van nagyon-nagyon sok tennivaló, de azt gondolom, hogy nagyon jó irányban haladunk, és ennek érdekében itt a városon belül is én nagyon pozitív hozzáállást tapasztalok. Minden intézmény, illetve szervezet részéről mi is nyitunk, és felénk is nyitnak. És ez nagy öröm mind az intézményben dolgozók, mind a gyerekek számára, hiszen kollégáimmal együtt folyamatosan azon dolgozunk, hogy a sérült emberek helyzetén javítsunk. Hey, who's that?